Ez a Rádió Hét, a mi világunkban a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Miklós Péter, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, és a hallgatókat is köszöntöm szeretettel. Nagyon jó most ez a szlogán, hogy a mi világunk, hiszen Csongrád Csanád megyéről beszélgetünk. Mindig ez volt a sorrend, tehát Csongrád Csanád volt, nem volt Csanád Csongrád? Csongrád és Csanád vármegye az két különböző területi entitás volt, de a kép ennél jóval bonyolultabb. A magyar államiság történetének 1000 éve alatt mindig területi elven szerveződött, ugye az államnak az egyik jellemzője, akár történelmi, akár földrajzi, akár politológiai vagy jogi értelemben vizsgáljuk, hogy egy adott térhez kötődik. Ugye a magyar államszervezés az, tudjuk, hogy 1000 éves és Szent István korához nyúlhatunk vissza. Szent István idején szervezték meg a magyar államiságot a későbbi történelmi Magyarország határai között, és ekkor alakították ki a vármegyerendszert. A vármegyerendszer egy sajátos jogi intézmény egyébként, amely egyszerre jeleníti meg, és egyébként Európában is egyedülálló, hiszen egyszerre jeleníti meg az államnak a közigazgatási funkcióját, a fölülről lefelé működő hierarchikus szervezetét, ugyanakkor a megyei nemesség és a megyei alkotmányos intézmények, megyegyűlés, megyei vezetők megválasztása révén az önkormányzatiságnak és az autonómiának is egy nagyon régi intézménye. Ne felejtsük el, hogy az Európában, az angolszász világban is fontos brit jogrend, az ugyanúgy 13. századi a Magna Carta, mint az aranybulla, néhány év választja el a két dokumentumot egymástól, és már az aranybulla nagyon sok vármegyének ad lehetőséget a vármegyei ellenállásra, az alkotmányosság betartásának az állami garanciáit is megszerezve. Szóval az államalapításunk korában itt a régióban létrejött Csongrád megye, és létrejött Csanád vármegye. A Csanád vármegye az egyik legkésőbbi vármegyénk, ugyanis ennek a területnek az ura Ajtony vezér volt, aki a Maros vidéket, nagyjából a bánságot, egy olyan 30 ezer négyzetkilométernyi területet uralt, és a Szent Istváni állam integrációjának, létrehozásának egyik utolsó lépéseként került sor az ő leverésére, amikor is Csanád vezér, aki a régió névadója lett, Ajtony rokona Istvánhoz pártolt, és az általa vezetett seregek több ütközetben is, de végül győzedelmességet arattak Ajtony hadai fölött. A területet Csanád vármegyének nevezték el, és itt szervezték meg a csanádi püspökséget. A csanádi püspökség a két István alapította egyházmegyéből az egyik, aminek pontosan tudjuk az alapításának a dátumát. A korabeli évkönyvekből ez 1030, valószínűleg a megye is ekkor jött létre, tehát mondhatjuk, hogy Csanád vármegye az 990 éves az egyházmegyével együtt. És ez a Csanád megye a történelem során változtatta a területét, hiszen a török időkben Csongráddal, Torontállal és egyáltalán a régió valamennyi vármegyeivel együtt a hódoltsághoz került, a török birodalom része lett, ekkor a vármegyei közigazgatás megszűnt, és csak a török idők után szervezték meg ezeket a megyéket, Csongrád megyét 1723-ban, akkor tartotta az első nemesi vármegyegyűlését, szervezték újjá Csanád vármegyét 1730-ban, akkor került sor az első megyegyűlésre, és csak nagyon soká Torontá vármegyét. Miért emlegetem ezt a hármat? A mai Csongrád megyét, amit jövő héttől Csongrád-Csanád megyének neveznek. Úgy ismerjük, hogy azokat a határokat, amelyet ma a térképen látunk, azok 1950-ben alakultak ki. Tehát ezek a 70 éves határok nem azonosak a történeti határokkal. Csongrád megye területéből egy nagyon pici részt veszítette a Trianonnal, Horgos községet és környékét, Csanád vármegye például Nagylakot és környékét. A legnagyobb veszteséget a mai Csongrád jövőjétől Csongrád-Csanád megye területéből azonban Torontá vármegye szenvedt el. Ez a mai megyénknek a Marostól délre és a Tiszától keletre elhelyezkedő területe, tehát a Újszegedtől Kiszomborig terjedő sáv, amely Torontá vármegye része volt. Ezek aztán Trianon után fokozatosan beintegrálódtak a csanádi részbe, és Csanád vármegye részévé váltak. Úgyhogy a torontáli és csanádi rész került Csanád vármegyéhez, a csongrádi rész pedig nagyjából érintetlen maradt. Bonyolult a megyénk történelme, azonban a történelmi Csanád megyének a nevének a visszaszerzése, én úgy gondolom, hogy kettős üzenetet hordoz. Egyrészt hordozza azt, hogy az 1000 éves magyar megyerendszer az mutatja a magyarságnak az államszervező erejét, a magyar közigazgatásnak, a magyar írásbeliségnek, a magyar kultúrának, vagy akár a magyar kereszténységnek azt a funkcióját, hogy régió és térszervező erő tud lenni. Másrészt ne felejtsük el, hogy Csanád megyét, Csongrád megyét, Torontál megyét, azt a három területi entitást, amelyből a megyénk ma áll,
Trianon megcsonkította, ezért indokolt a 100. évfordulón az átnevezés, úgy vélem. Másrészt pedig Csanád vármegyét 1950-ben a kommunizmus szüntette meg, amikor a megyei és a települési önkormányzatiságot felszámolták, és a tanácsrendszert, a szovjet típusú diktatúrának a tanácsrendszerét vezették be. Azt gondolom, hogy Trianon után 100 évvel, a tanácsrendszer bevezetése után 70 évvel méltó és igazságos az, hogy Csanád megye ismét fölkerül szó szerint a térképre. Egyelőre köszönöm szépen. Arra kérem, hogy a zenét követően folytassuk majd onnan, hogy azért abban, hogy jövő héttől Csongrád Csanád megyének hívják majd a mi megyénket, abban önnek is azért oroszlán szerepe volt. Kedves hallgatóink, ez a Rádió Hét, benne a közös nevezőt hallják. Ez a Rádió Hét, a mi világunk, benne a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Miklós Péter, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója, akivel a mai adásban végig arról beszélgetünk, hogy a megye neve megváltozik jövő héttől, illetve június 4-től Csongrád Csanádra. Június 4, ugye? Június 4-től. Június 4-át, mikor máskor, és én azt mondtam az előbb, hogy önnek ebben oroszlán szerepe volt. A beterjesztést azt ugye Lázár János tette meg az országgyűlésben, előtte gondolom konzultáltak egymásra. Állampolgári kezdeményezésként ez indult Makóról. Nem is manapság, hanem már a rendszerváltozás idején is fölmerült, hogy vagy Csanád megye önálló megyeként kerüljön visszaállításra, vagy ugye a rendszerváltást követően több megyének a neve megváltozott, Szolnok megyéből így lett Jásznagykun, Szolnok vagy Szabolcs-Szatmár mellébe került Bereg neve, vagy Győr, Moson, Sopron, vagy Komárom, Esztergom, és lehetne még sorolni. Viszont itt a Délalföldön a megyenevek maradtak a régiek, tehát Békés, mondjuk az aradi vagy a szatmári részeknek a nevét nem vette föl. Ugye Bács megyéből is ekkor lett Bács-Kiskun megye, amely a Kiskun alkotmányos hagyományokra utalt. Csongrád megye esetében is fölmerült akár a Csongrád, akár a Csanád, akár a Csongrád Csanád, akár a Csongrád Csanád Torontál elnevezés. Ezek azonban végül nem valósultak meg, csak szimbolikusan, hiszen amikor az új megye címert a 90-es években kialakították, akkor mind Csongrád megyének, mind Torontál vármegyének, mind Csanád vármegyének a címer elemeit a nagy oroszlános csongrádi, vagy hát most már csongrád-csanádi címerbe beintegrálták, tehát ezt a fajta vármegyei kötődést azért szimbolikusan a megye kifejezte. És ezek a törekvések újultak meg 2017-ben, és Lázár János akkori miniszterelnökséget vezető miniszterként, és ez a térség akkori és jelenlegi parlamenti képviselőjeként is felvállalta ezt, és végül a törvényhozás elé ő terjesztette, és végül fogadta el ellenszavazat nélkül a Magyarországgyűlés azt, hogy 2020. június 4-től Trianon 100. évfordulójától Csongrád megye neve hivatalosan is Csongrád Csanád megye legyen. A folyamat fontos része volt, hogy a Csongrád megyét jelenleg reprezentáló Csongrád megyei közgyűlésnek is ezt el kellett fogadnia, és 2017 tavaszán több ülésen is ez téma volt. Én akkor a Csongrád megyei közgyűlés tagja voltam, és hát Kakas Béla akkori elnök engem kért meg arra, hogy történészként is, meg megyei önkormányzati képviselőként is dolgozzam ki ennek a történeti és szakmai hátterét, és akkor készült el az az anyag, amely aztán később egészen napjainkig azt a fajta akár kommunikációt, akár történeti szempontrendszert, amit a megye átnevezése mellett érvként használunk, megalapozta. Ugye ebben részben az imént elmondottak szerepelnek, azt, hogy három különböző területi entitásból áll össze a mai megye, és a Csanád megye történetét, hogyha végignézzük, akkor látjuk, hogy Szent Istvánkori alapítású, látjuk, hogy nagyon kötődik a magyar kereszténységhez és a magyar kereszténység alapjaihoz, a Szent Istváni államhoz és Csanád püspökségéhez, Szent Gellért vértanú által alapított csanádi püspökséghez, tehát a kereszténységnek, az államiságnak és a magyarságnak az 1000 éves a régióban való kontinuus jelenlétének egy fontos megnyilvánulása. Említettem azt is, hogy a megye megszűnt, és csak a 18. században élethetett újjá, és a modern Csanád megye, amit Csanád vármegyeként ismerünk, az gyakorlatilag a 19. században alakult ki makószékhellyel, maga 4 járásával, a történelmi Magyarország egyik legkisebb vármegyejeként, és nagyon sokszínű megye volt, hiszen éltek itt a németek, Almáskamaráson, Kübekházán, éltek itt szlovákok, Pitvaroson például, Mezőhegyesen, Csanád Albertin, Ambrosz falván,
Nagylakon éltek a megye területén románok, Makón például nagyszámú zsidó közösség, tehát egy kulturálisan, vallásilag, etnikailag sokszínű vármegye volt, a székhelyét nem véletlenül nevezték Marosmenti Konstantinápolynak, pontos sokszínűsége miatt, és azt tapasztaltam én is történeti kutatóként, és nyilván Lázár János is ezt tapasztalta a Csongrád megye 4-es számú választókerület parlamenti képviselőjeként, hogy Makó térségében él még ez a családi identitás, hiszen mégiscsak a megyeházára, a megyei központ jellegére büszke a település, és a városvezetés elkezdte a rendszerváltozás után föl is vállalták. De hát, ha megnézzük a település elnevezéseket, Csanádpalotát, Csanád Albertit, Magyar Csanádot, akkor a nevekben is itt van Csanád, Makó főtere Csanádvezérről, a régió névadójáról van elnevezve, éppen a napokban van Csanádnapja, és hát a habatortán, hogy a Csanád név az napjainkban is meglehetősen népszerű, és itt a régióban is sok fiúgyermek szerencsés módon viseli ezt a nevet, köztük az én legidősebb fiam is, úgyhogy ilyen személyes indítatás is van. Természetesen ehhez túl sok köze nincsen, csak esetleg érzelmi háttere tud adni, de az a lényeg, hogy ez a család identitás megvan. És noha Csanád megyét két részre osztották 1950-ben a megyerendszer átalakításakor és a kommunista közigazgatási átszervezés idején, és nagyjából fele-fele arányba osztozott Békés megye és Csanád megye, Csongrád megye, Csanád megye területén, ennek ellenére azért indokolt a Csongrád-Csanád elnevezés, mert egyrészt a történelmi, tehát a Trianon előtti Csanád megyének a területének a jelentős része, ami még nem volt kiegészítve más megyékkel, például Arad megye bizonyos területeivel, az Csongrád megyéhez került, meg hát természetesen a központi járás és a megye székhelye Makó is ide került. Én azt gondolom, hogy ha Csongrád-Csanád megyéről beszélünk, akkor nagyon eltérő identitásformákkal találkozunk. Egy szentesi polgárnak, egy csongrádi parasztpolgárnak, vagy gazdaembernek, vagy egy Szegeden, Kiskundorozsmán élő jász-kun identitású embernek, vagy egy mondjuk Makón élő izraelita gyökerű embernek, vagy egy vásárhelyi parasztpolgárnak egészen más jelent ez a régió, és azt gondolom, hogy a Csongrád-Csanád elnevezéssel ezt a fajta identitást, ezt a fajta sokszínű kulturális, szellemi, akár közigazgatási örökséget is tudjuk továbbadni, és Trianon 100. évfordulóján az országcsonkításra emlékezve, én azt gondolom, és annak a traumáját próbálva megérteni, meg feldolgozni, én azt gondolom, hogy egy ilyen lépés, amikor pont az ezer éves megyerendszernek a folytonosságát tudjuk, és annak a kulturális szellemi sokszínűségét bemutatni, az mindenképpen gazdagodását jelenti szerintem a régió emlékezetének is, és nagyon fontos, és a Csongrád megyei önkormányzat jelenleg is azon fáradozik, hogy minden településen, minél több oktatási intézményben, civil szervezetben megismertesse ezt a tartalmat, és kialakuljon valóban újra egy a sokszínűségére büszke Csongrád-Csanád identitás. Meg lehet azt határozni, hogy milyen volt a családi ember? Milyen volt a mentalitása? Mennyiben volt másabb, mint mondjuk a dunántúli vármegyékben? A 20. században a kutatók, a népírók mozgalmához kötődő kutatók, vagy a szociológusok, szociográfusok megpróbálták megrajzolni mondjuk a makói embernek, vagy a családi térség emberének. Ugye Viharsarok című munkát, hogyha nézzük, akkor a vásárhelyi, a csongrádi, a szegedi, a Békés megye egy részében élő embereknek a karakterét megpróbálták megrajzolni. Nyilván egészen más ez a település része a megyének, mint az, ahol a magyarság végig meg tudott ezer éven keresztül maradni, mondjuk Szeged melletti Tápén, ahol tudjuk, hogy az Árpád-kortól kezdődően a magyarság folyamatosan jelen van. Itt, ahol elnéptelenedett, itt pont a sokszínűségben rejlik, én azt gondolom, hogy abban rejlik az erő. Németek, szerbek, szlovákok, románok, magyarok, zsidók lakták ezt a régiót, és az ő sokszínűségük és szellemi örökségük mindenképpen érték. De alapvetően a földhöz való kötődés, tehát egy agrárnépességről beszélünk, a földhöz való kötődés, és hát ugye a gazdasági modernizációban, ha csak a családi térséget nézzük, akkor az intenzív kertkultúra, leegyszerűsítve mondjuk a makói hagymának a termelése és a világpiacon való megjelenése, az mind azt mutatja, hogy szorgalom, kitartás és munka jellemezte az itt élő embereket. Ez igaz egyébként a magyar parasztság jelentős részére, de az, hogy az uradalmi nagytáblás gazdálkodásról néhányan, és ez több tízezres tömeget jelent, át tudtak állni erre az intenzív kertkultúrájú gazdálkodásra, ez mindenképpen egy a földet és a munkát megbecsülő embernek a karakterét rajzolja elénk.
Ez a Rádió Hét, a mi világunk benne a közös nevezőt hallja, amelynek mai vendége Miklós Péter, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója. A zenét követően folytatjuk a beszélgetést. Ez a Rádió Hét, a mi világunk benne a közös nevezőt hallja, amelyben Miklós Péterrel, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatójával beszélgetünk. Trianonról, meg természetesen Csanádról, Csanád megyéről. Mi történt Csanádban? Csanádban vagy Csanádon? Hogy kell ezt mondani? Talán Csanádban, hogyha régióról beszélünk, az én nyelvérzékem szerint Csanádban, míg ha településről, akkor Csanádon, hiszen ugye Csanád volt a megye névadó települése, amely a Csanád ispánról vagy Csanád vezérről kapta a nevét, ez jelenleg Romániában Csanád néven működő település, 1552-ben a török hadjárat pusztította el, és a 18. században elsősorban német telepesekkel telepítették újjá. Az egyházmegye központja és Csanád vármegye egykori központja az ma egy kisebb településként működik jelenleg Románia közigazgatási területén. Tehát Csanád település volt a központ. Így van. Mekkora település ez ma? Ma nem túl nagy, egy 2000 fős vagy néhány ezer fős település, de virágzó mezőváros volt több száz fős népességgel. Ugye a középkorban más típusú város meg település szerkezet volt, tehát néhány tucat lakója volt egy falunak és néhány száz lakója egy városnak, Európának ebben a felében, de központ volt, székesegyház működött, monostor működött, bencés monostor iskolával, oktatási intézményekkel, gazdasági központokkal, tehát egy virágzó település volt a középkor folyamán, sőt, hát a város jellegét mutatja, hogy még a török időkben is Csanádi Szandzsák néven közigazgatási központ volt egészen sokáig a török időkben való pusztulásáig. Mi az, amit elvettek Csanádtól? Csanádot és Csongrád megyét, mint említettem, kisebb mértékben érintette néhány település elvétele Trianon, azonban a nagyobb veszteségek Torontál megye, amelynek a része akkor Csanádhoz került, illetve Arad megyének egy része. Ugye Arad megye jelentős része Romániához került, néhány települése maradt csak Magyarországon, míg Torontál megyének is nagyjából 90%-a a délszláv államhoz került. Ezek azért fontosak, mert 1920-as évek elején létrejött egy új jogi kategória, közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye, és létrehozták Csanád vármegye helyén annak kiegészítésével az Arad-Csanád-Torontál, vagy más sorrendben Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét. Ez azért fontos, mert a magyar politika, és nem csak a magyar politika, hanem a magyar jogi élet és a magyar közigazgatás is nagyon hitt abban a két világháború között, hogy a történelmi magyar királyság területének helyreállítása az be fog következni. És ennek jegyében nem szüntették meg a vármegyéket, nem szüntették meg az egykori közigazgatási egységeket, hanem egyelőre egyesítették az igazgatási szempontok alapján őket, és ez egészen 1944-45-ig az elnevezés, hogy KEE, azaz közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye fönnmaradt. Érdekes és a régiónkhoz kötődő momentum az is, hogy 1945-ben, mint az ideiglenes nemzeti kormány belügyminisztere, a makói származású Erdei Ferenc, aki akkor a baloldali nemzeti parasztpárt színeiben politizált, de tudjuk, hogy titkos kommunista volt, és igazából a hatalomba törő és a szovjet megszállók támogatását élvező kommunista pártnak a akaratát hajtotta végre. Szóval ő volt az, aki belügyminiszterként megszüntette a KEE vármegyéket, a közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket, mondván, hogy ezek revizionista tartalmat hordoznak, és Trianonnak a felülvizsgálatát tartják szükségesnek, ugye így volt ez a két világháború között, 45 után azonban a magyar diplomáciának és a magyar politikának az a célja, sugallja a belügyminiszteri rendelet indoklásában, hogy a szomszédos országokkal békében éljen. Úgyhogy 1945 és 50 között ez a terület, ami a két világháború között Csanád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye volt, az a Csanád vármegye nevet kapta, és ez a Csanád vármegye szűnt meg aztán 1950-ben a szovjet típusú tanácsrendszer bevezetésével, és területének
egy része Békés megyéhez, másik része a központi járásával és a székhelyével, Makóval együtt a Csongrád megyéhez került. Egyébként a Csongrád család az sokaknak ismerős lehet, és még történelmel foglalkozó kollégáim, ismerőseim is említették ezt, hogy hát valahol látták már ezt a Csongrád család megyenevet. Soha területközigazgatási egység hivatalosan ezt nem viselte. Ugye egy megye esetében a névváltoztatás az nagyon ritka eset, és egyáltalán a régiók elnevezését, a települések elnevezését, vagy a közterületek elnevezését én azért mindig azt szoktam javasolni, hogy nagyon nagy gondossággal kell végrehajtani és megválasztani. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy ez a gondosság megvan, és mind a civil háttér, mind Lázár Jánosnak a tekintélye és az ügy mellé való állása jót tett, de volt egy szakmai diskurzus, szentesi történész kollégákkal, makói történész kollégákkal, különböző levelező listákon, idézőjelben kisebb-nagyobb vitákat folytattunk. Ahol természetesen a makói kollégák amellett tették le a voksukat, hogy engem idézőjelbe támogatva, hogy család neve kerüljön be a megyenévbe. A szentesi csongrádi kollégák inkább azt vallották, hogy ezzel Csongrád megye idézőjelbe megszűnik. Én mindig azzal érveltem, és most is azt vagyok kénytelen tenni, hogy szerintem gazdagodik, hiszen Csongrád megye nem szűnik meg. Csongrád megye neve kibővül, kibővül egy egykoron létezett 990 éves megyének a nevével, és a megyének az a fele, amely a mai megyének nagyjából egynegyede, egyharmada, szintén fölkerül szó szerint a térképre. Viszont a Csongrád család név honnan lehet ismerős, onnan az eszmefutatásom kezdődött, 1945 és 1949 között így hívták ezt a választókerületet, akkor ugye területi választókerületek voltak, nem egyéni képviselőkről, nem pártlistákra lehetett szavazni, és Csongrád család ilyen értelemben egy választókerületet érintett, tehát és alkotott, hogyha nézzük a parlamenti jegyzőkönyveket és naplókat, akkor a Csongrád családi választókerülettel, mint idézőjelben politikai fogalommal, ennek ellenére már a koalíciós években találkozhattunk. Amikor azt kérdeztem egyébként öntől, hogy mi az, amit elvett Csongrád megyétől Trianon, akkor én elsősorban azt hittem, hogy olyanokról beszél majd, hogy milyen üzemeket, milyen gyárakat, tehát hogy gazdaságilag mennyivel lett szegényebb a megye. Mi az, ami a legnagyobb hiányt okozta a rákövetkező években? Hát nyilván a nagy laki kender feldolgozás az mondjuk Csongrád esetében hiányzott. Ami fontos, hogy például a csongrádi, csongrádi régi, ugye ez két vármegyában az időszakban, vagy hát Csongrád, Csongrád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyesített vármegye a két entitásnak a neve. Tehát ezek elvesztették például a gazdasági hátországokat, a bánság, amely mezőgazdasági erőforrás volt, és teljesen új létet kellett megszoknia, mondjuk Szeged esetében, amely egyszerűen határvárossá vált. Megjelentek a trianoni határok, kívülreket pedagógusok, közigazgatási vezetők, falusi edzőtől a városi, akár altisztik, tehát MÁV alkalmazottak. Bárki, aki a magyar állam alkalmazottja volt, a vasutastól az irodai kézbesítőig egy városházán vagy községházán, az nem kívánatos személynek, többségében legalábbis nem kívánatos személynek minősült a trianoni határokon kívül, és ezeket az utódállamok, Csehszlovákia, Románia és a délszláv állam, a későbbi Jugoszlávia, az igyekezett kipaterolni. Úgyhogy megjelentek például a vagonlakók. Megjelentek szabad álláshelyeket keresve azok az értelmiségiek, pedagógusok, közigazgatási vezetők, de orvosok, mérnökök, vállalkozók is, akik itt kerestek boldogulást. Hát ennek idézőjelben egyik eredménye, majdnem azt mondtam, hogy köszönhető, hogy mondjuk a Kolozsvárról előzött egyetem itt a régióban Szegeden talált otthonra, és a Temesvárról előzött csanádi püspök a Szegedre volt kénytelen menekülni és itt kiépíteni az egyházmegyei székelyét, de mondjuk a máramarosi jogakadémia is menekülni volt kénytelen, és néhány évig éppen itt Hódmezővásárhelyen volt kénytelen működni. Tehát ezek a fajta emberi tragédiák és ezek a fajta emberi sorsok is fontosak. Hát és a gazdasági következményei Trianonról nem kell beszélnünk. Nyilván a mi régiónkat kismértékben érintette, Torontán megye esetében nagyon nagy, de Csongrád és Csongrád megye esetében ez a veszteség tényleg csak szimbolikusnak tekintendő, de ne felejtsük el, hogy a vasúthálózata teljesen megcsongult, és értelmezhetetlenné vált például a trianoni Magyarországnak, és ez érinti a mi régiónkat is. Ne felejtsük el azt, hogy az erdő erőforrásainak, az erdeinek a jelentős része eltűnt Magyarországnak, szénbányák nagy része, aranybányáink 100%-a az országhatárokon kívülre került. Tehát a gazdasági veszteség nagyon nagy volt, és megfigyelhető volt egy ilyen ellenirányú mozgás. A kvalifikált szakképzett és a magyar államigazgatásban érdemeket és tapasztalatokat szerzett emberek azok jöttek a kicsi ország területére,
de az erőforrások, meg arra való a szakértelmükre való igény, az nem követte őket. Tehát egy ilyen nagy országra méretezett szakembergárda, a közigazgatástól, a mérnökség, az orvostudománytól, a jogi gyakorlatig megvolt, de az ország ezeket az igényeket nem tudta kielégíteni, és nagyon sok esetben tényleg altiszti vagy kézbesítői munkát voltak kint ennek jogvégzett emberek választani, és nagyon sok család éppen itt délvidékről vagy Erdélyből menekülve, itt a mi régiónkba talált otthon, Szegeden, Makón vagy éppen Hódmezővásárhelyen. Ez a Rádió 7-ben a közös nevezőt hallják, amelynek mai vendége Miklós Péter, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója. Hamarosan folytatjuk majd a beszélgetést. Azonban ezen felül emelkedni van lehetőség, erre mondjuk adhatna lehetőséget az Európai Unió, de közben meglátjuk, hogy milyen nyilatkozatok születnek mondjuk a magyar kisebbségről a román állam területén. Látjuk azt, hogy Szlovákiában a magyarok nem vetik fel a magyar állampolgárságot, mert akkor elveszítenék az eredendő szülőföldjüknek a szlovákiai állampolgárságát. Tehát lehetőség az európai integráció, lehetőség ez a fajta együttműködés, és az a sokszínűség, amelyet a magyarság jelenít meg a Kárpát-medencében, az utódállamok területén, az ugyanaz a sokszínűség, amely sokszínűségre a magyar állam büszke a nemzetiségei révén. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kölcsönösség és viszonosság az összetartozás érzésén túl, a szomszéd népek és nemzetiségek együttélése, egymásnak az elfogadása az nagyon fontos tartalom és üzenet Trianon 100 évvel, hogy mi magyarok, akik a Kárpát-medencében 1000 éve élünk, államalkotó és kultúrateremtő és egyházszervező erőt tudtunk kifejteni, összetartozunk, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármelyik más nemzetiség az ennél rosszabb vagy jobb lenne, hiszen bizonyított az, hogy az elmúlt 100 évben életképes a román állam, bebizonyosodott az, hogy a sokszínűség önmagában is érték lehet. Ez a sokszínűség jelenik meg a magyar államiság 1000 évét hordozva, Trianon traumáját hordozva és a kommunista önkormányzatiság ellenes fellépést hordozva mondjuk Csanád megye átnevezésében, amely jövő héten aktuális. Én nagyon hiszek abba, hogy minden magyar a Kárpát-medencében össze kell, hogy tartozzon, és nagyon hiszek abba, hogy akár az etnikai, akár a kulturális sokszínűség az olyan európai érték, amely az Unió tagállamaiba, Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország viszonylatában alapértéknek kell, hogy legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink, Önök a közös nevezőt hallották, amelynek mai vendége Miklós Péter, a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója volt. A technikus Fazekas Gábor nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Szabarka Jánost hallották.